különleges és nagyon fontos dolog. Köszönjük! És azért kellett megszakítsam a műsort, mert a zene hatására is a zene alatt fognak átvonulni végig itt, és kérnénk szépen önöket, tiszteljük meg, menjünk majd velük, kísérjük el a sportpályára, mert ott tudják igazán bemutatni ezt a gyönyörű előadást. Köszöntöm dr. Papp Csaba önkormányzati képviselő urat, akit a mai nap már láthatta. És innen Debrecenből szeretném, hogyha a nagyszalontaiak átadnák üdvözletünket Török László polgármester úrnak, létrejött az Arany János tér. Ezen alkalomból felkérem alpolgármester... Park. Itt a város egyik legjobb iskolája tő szomszédságában. Visszatekintek ennek a fejlesztésnek, ennek az átalakításnak az előéletére, történetére, akkor jó 10 évre kell visszatekinteni, hiszen 2004-ben indult el az a folyamat, amelynek a vége az lett, amit itt most magunk előtt látunk. De a szomszédos városrészben, a Vénkertben és a Borsos József téren hajtottunk végre néhány évvel ezelőtt ilyen fejlesztést. Köszönöm szót szeretnék mondani, és csak ilyenek jutnak most eszembe a hosszú útnak a végén, hogy itt várunk ennek a térnek gyakorlatilag az epicentrumában. Köszönöm a városnak, amiért ezt a sok áldozatot hozta, mert ez a tér városi finanszírozásból lett. Nem Európa Uniósból, városi finanszírozásból lett teljes egészében elkészítve. Több fázisban több utat járt be, de itt vagyunk ma és avatkoztunk. Köszönetet mondok Juhari Hárd Ingrész úrnak, aki megálmodta és megalkotta ezt önfeletes és áldozatos munkával, ingyenesen ajánlta fel a városnak.